miközben gőzerővel folyik a vendégmunkások betelepítése Magyarországra. Információink szerint a számuk már elérhette akár a 100 000 főt is, és a Fülöp-szigetekről pedig, tehát a Fülöp-szigeteken pedig célzottan Magyarországra toborozzák a vendégmunkásokat, a kormány pedig törvényi hátteret készít elő, tehát az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkáját kívánják olyan módon megkönnyíteni, hogy minél több vendégmunkás érkezhessen, minél gyorsabban Magyarországra. Eközben viszont azt látjuk, hogy úgy tűnik a kormánynak a magyar dolgozók testi épsége, élete nem sokat számít. Miről van szó? Arról, hogy jó fideszes szokás szerint egy saláta törvénybe bújtatva kívánnak egy olyan módosítást átvinni, amely arról szól, hogy a jövőben a munkáltatónak nincs felelőssége a munkavédelmi felvilágosítás terén, az kizárólag a munkavállaló felelőssége lesz, tájékozódjon, hogyha tud, vagy hogyha akar. Ez gyakorlatilag nagyon sok munkahelyen, különböző gyárakban, üzemekben egyenesen életveszélyes, és a magyar kormány, így mondhatjuk, hogy a magyar dolgozók életével játszik. Sajnos nem túlságosan nehéz kitalálni, hogy mi lehet a háttérben, ugyanis hallottunk híreket az elmúlt időszakban, hogy halálos balesetek voltak különféle akkumulátorgyárakban, és tudjuk ugye azt is, hogy a kormány eltökélt célja, hogy akkumulátorgyár nagyhatalommá váljunk, úgyhogy feltételezhető, hogy ilyen módon is igyekeznek kedvezni nekik, viszont természetesen nem csak az akkumulátorgyárakban jelent majd ez óriási kockázatos, számos más munkahely van, ahol szintén életet veszélyeztető állapotok uralkodhatnak majd akkor, hogyha a dolgozónak tulajdonképpen magától kell utána néznie, hogy mi az, ami balesetveszélyes, és mi az, ami nem. Úgy látszik, hogy a globális nagytőke kiszolgálása tovább folyik, még ilyen részletekbe belemenően is. A Mi Hazánk mozgalom ezt természetesen elfogadhatatlannak tartja, és nem szeretnénk, hogyha a kormány játszana a magyar munkavállalók életével.